Az én történetem volt kezdődik, hogy gimnáziumban nyilván érdeklődtem a családról, hogy ki honnan van, mik az én gyökereim, és a nagyszüleim, a nagypapámról, romániai zsidó családból származik, és gondoltam, hogy emiatt elmegyek zsinagógába, és Hamman Péter már akkor is számomra egy példakép volt a család miatt, hiszen színész család, és azért mégiscsak egy elképesztő színészről beszélünk, amikor ő felállt és beszélt a zsinagógában, és valami olyan áhítattal, olyan szeretettel beszélt a magyarságról, a zsidóságról, és arról, hogy mi az, hogy otthon. Hogy az ott bennem nagyon megmaradt az, a pillanat, ahogy ott ültem, és hirtelen annyira, hogy kitárult a világ, hogy igenis, hogy az ember nyitott, és nyitott egymásra, akkor igenis ezek össze tudnak érni, ezek a fonalak, és azt gondolom, hogy az a pillanat az, hogy nagyon sok mindent megváltoztatott bennem, és azt gondolom, hogy nagyon fontos cél az életemben, hogy ezek azokat a szavakat és ezt az érzetet megtartsam a mindennapokban is.